Én azt érzem, hogy jóval érette vagyok a koromnál. Nyilván ennek megvannak az okai gyerekkoromból is, meg így ilyen családi háttérből is. Én azt érzem, hogy jóval érettebb vagyok a koromnál. És én egész egyszerűen nem. Tehát nem én szeretném vezetni a páromat, hanem azt szeretném, hogy mondjuk fel tudjak ránézni, hogy, hogy, hogy tudjon engem segíteni, tudjon engem motiválni, közösek legyenek a terveink, ne az legyen a legfontosabb, hogy hétvégén elmenjünk a buliba. Szia Viki! Szia! Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Mit lehet rólad tudni? Mit kell tudniuk azoknak, akik életükben nem hallottak rólad semmit? Az egy jó kérdési kérdésnek, igazából egy, egy elég jó kérdés. Nem, nem tudnám magam úgy röviden leírni, tehát hogy úgy 23 éves vagyok, jelenleg így a social médiában tevékenykedek, de hogy így mindenhol megfordultam már, tehát 16 éves korom óta dolgozom, és most így vagyok. Próbálok haladni az életemben, fölfelé minden szempontból, anyagilag, meg úgy függetlenségemet is tekintve, úgyhogy tudnám hosszasan taglalni, jelenleg egyéni vállalkozóként vagyok, és ezt majd gondolom kifejtjük később. <laughs> Mit dolgoztál 16 éves korodban? Hát ugye akkor nyilván még diák munkám voltam, én egyébként kecskeméti vagyok, és dolgoztam ott moziban, azt egyébként nagyon-nagyon szerettem, csak lejárt a tanulói jogviszonyom, és ugye ott meg, tehát azt kell tudni, hogy ott meg csak diákok dolgozhattak, úgyhogy ott könnyes volt a búcsú, de az ott annyi volt. Voltam a Kecskeméti lévén a Merci gyárba, hát az, az, nem én voltam. Az, valljuk be, hogy az, az nem én voltam, de én azt is megpróbáltam. Én csináltam mindent, szórólapoztam, feltaláltam magam, és akkor utána én érettségi után én nem mentem tovább be egyetemre, hanem elkezdtem dolgozni egy ékszerüzletben, és akkor így haladtam eladóról, eladóra, ruhaüzlet, cipőüzlet, pesse költözés, szóval, hogy így volt minden. Irodában dolgoztam, motoros cégnél, a Váci utcán dolgoztam, plázákban, tehát, hogy itt tényleg, ahol azt láttam, hogy egy kicsit jobb a lehetőségem, akár csak anyagilag, akár tudok mellette mondjuk másik munkát vállalni, én mentem. 23 éves vagy. Mindjárt 24? 24? Vállalkozol. Mi kell ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen 24 évesen, majd, hogy nem? Hát egy, szerintem egy talpra meg egy jó könyvelő. Aztán, aztán mehet a dolog. Szerintem ezt nem kell így túl bonyolítani. Én azt éreztem egy idő után, hogy én szeretnék a magam ura lenni, és volt annyi bátorságom, meg talpra hogy azt mondtam, hogy most, és nem, tehát én nem gondolkoztam azon, de mi van, hanem, nem, de hogy akkor az anyagiak, mentem, 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 és bejött igazából, úgyhogy nem tudom, én azt tudom tanácsolni, hogy akinek vannak ilyen ambíciói, az mindenképpen menjen, mert tehát én úgy voltam vele, nem is tudom mióta van, szerintem egy második éve vagyok így ebben a dologban, és úgy voltam vele, hogy nincs veszíteni való, maximum megpróbáltam, és akkor visszamegyek dolgozni üzletbe eladónak, tehát hogy én így nem, nem paráztam le a dolgokra egyáltalán. Az az igazság, hogy ugye emberek nem látnak a mögé, hogy, hogy, hogy itt mi történik, vagy hogy mondjuk én azt hogy értem el, hogy nekem 90 ezer ember ott legyen a profilomon és kövesse a napjaimat, vagy hogy értem el az egyéves szerződéseimet, hogy szégek megkössék velem. Igazából én, 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 ilyen olyan vagyok, hogy így szeretek mindent én intézni, és hogyha már belepusztulok, akkor is én, én szeretek mindent intézni ebbe beletartozik az, hogy én tartom a kapcsolatot a cégekkel, én, én figyelek mindenre, hogy ott legyen a termék, ki legyen posztolva, be legyen fotózva, a, ezt beleírni, azt beleírni, tényleg a cégekkel is állandóan a, ugye a kapcsolatot tartani, mindenkinek megfelelni, hogy a cég is elégedett legyen, a követőim is nyilván eredménye is legyen, mert eredmény nélkül senki nem szeretne velem dolgozni. Úgyhogy nekem egyébként az a legnehezebb része, hogy ameddig mondjuk egy ruházati üzletben dolgoztam, hogyha én ballábbal keltem fel, akkor kimentem, vagy elmentem dolgozni smink nélkül, tehát nem érdekelt. Most meg uh, nyilván nekem, ha be nem, ez nem egy ilyen kimondott dolog, de azért, azért nekem toppon kell lennem minden nap ahhoz, hogy én tudjam teljesíteni a, a posztjaimat. Mi volt az út eleje? Tehát oké, okay, influencer vagy most, de hogy kezdted? Illetve hogy keresett meg az első cég? Vagy te kerested meg őket? Um, én már Pestre költöztem egyébként, és nekem erős, mert sokszor beszéltem ugye, a követőimnek, hogy nekem ez egyáltalán nem volt tudatos. Én azt mondanám, hogy jókor voltam és jó helyen. Tehát, hogy én. Most már szerintem nehéz kitűnni, hogyha valaki most el szeretné kezdeni. Persze nem mondom, hogy nem lehet, csak most már így annyira sok influencer, meg influencer jelölt van, hogy szerintem nehéz kitűnni. Amikor én kaptam az első megkeresésemet, konkrétan nem értettem, hogy mit akarnak tőlem. Tehát, hogy annyira nem volt még példa előttem, hogy én nem értettem, hogy oké, okay, de most elküldik nekem, kiteszem, és, és, és én abszolút tényleg nem értettem. Öhm, Valószínűleg azért kaptam megkeresést az első cégtől, mert én mindig is szerettem így, így tevékenykedni, szerettem fotózgatni, hogyha nem tudom, tetszett a sminkem, akkor csináltam egy szelfit, és én ilyen igényesen elkezdtem teljesen céltalanul feltölteni az Instagramra a képeimet, és akkor lett egy ilyen, hát az a baj, nem emlékszem pontosan, egy ilyen 4-5 ezer talán, ami akkor már jónak számított, nyilván most már a sok... 10 százezres követők között nem biztos, hogy annyira tudna érvényesülni egy, egy illető, mint ahogy én akkor tudtam annyi követővel, és akkor kaptam egyébként egy ilyen, egy ilyen vizes cégtől, ilyen luxus vizeket forgalmaztak, ilyen nevesebb vizeket, és ők megkeresek, hogy küldhetnének -e nekem egy csomagot. Hát úgy voltam vele, hogy küldjenek, hát küldjenek, persze, hát ingyen van, küldjetek egy csomagot, persze. És utána ez így kiforta magát. Tehát, hogy gondolom, akkor egy másik cég már látta, hogy nekem van referenciám, én csináltam ilyet, tetszett nekik a profilom, én mindig azt mondom, hogy legyen valami igényes, és akkor azzal már el lehet indulni. És mi a tartalma a, annak, amit csinálsz? Tehát, mi az a komoly maradandó tartalom, amit te létrehozol? Mert oké, okay, hogy, hogy a reklám elhelyezés, uh -huh. ez nem más, mint értékesítés. Így van. Vegyük így. Igen. Hogy mi van még ezen kívül? Hát én, amit... Tehát, én nem, nem tanító jelleggel vezetem a profilomat, viszont tudom, hogy miket kapok vissza, és én, én azt veszem észre, hogy az emberek így nagyon szeretik, hogyha valaki őszinte, ha valaki nyitott, ha valaki úgy kimeri mondani a véleményét, magabiztos, határozott, és én egyébként ezeket képviselem. Tehát, hogy én totálisan ez vagyok, és nagyon sokszor kapok olyan üzeneteket, hogy 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 annak hatására, hogy látják, hogy én, én merek lépni, én csinálom, hogy, 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 ez motiválja őket. Hogy én nem vagyok az, aki tényleg csak a tökéletességet, öm, tehát hogy én, én megosztom az ilyen bakiaimat is, azt is, ha rossz napom van. Öm, tényleg, nekem, nekem, nekem nincs olyan, amit így szégyelnék magamon, mert mindig azt mondom, akinek nem tetszik, annak el lehet menni. Tehát, hogy ez még mindig az én profilom, és még mindig én döntöm ki, hogy mit osztok meg, mit nem. Úgyhogy öm, én, én önmagamat adom, tehát legyen szó konfliktusról, én megvédem magam, kiállok az igazamért. Mit csinálnál, ha egy nap arra ébrednénk, hogy nincs Insta, nincs Na, Facebook? Ez megtörtént, ugyanis, jó kérdés, megtörtént, ugyanis másfél évvel ezelőtt, amikor már egyszer össze vol, összegyűjtöttem 71 ezer követőt, hát mit a Isten arra kellek, hogy nincs profilom, tehát ellopták a profilomat, meghekkelték, ellopták, és az kuka. Tehát ott nekem így leperget, Nem azt mondom, hogy az életemben nyilván ezt sokan így túlzásnak éreznék, de amikor ez a, ez a bevételi forrásod, és kvázi munkanélküli vagy a semmiből, úgyhogy te azt már három éve építed, akkor az azért elgondolkodtató. Öm, hát igen, ott volt egy nap, amikor így összezuhantam, és a, mondtam, hogy oké, okay, én ezt befejeztem, én ezt nem csinálom tovább. Tehát mondom, ha ez ennyiből tart, akkor mondom, nekem felesleges ebbe, ebbe belefektetnem munkát, hogyha mondom, ennyivel el tudják venni tőlem azt, amit én felépítek. De aztán így úgy voltam vele, hogy egy próbát még megér, minden okkal történik, és ez egyébként nagyon hiszek benne, és nagyon-nagyon be is igazolódott, mert tehát három év alatt felépítettem egy 71 ezres bázist, most pedig másfél év alatt felépítettem egy 92 ezres bázist, sokkal erősebb követőkkel, sokkal relevánsabb követőkkel, olyan követőkkel, akik tényleg arra nyitottak, amit én csinálok, és ezért nagyon jól tud működni. Hogy érvényesülsz a férfiak világában ennyire talpra esetten, okosan? Önállóan, függetlenül, vagy nem? Nem tudom. Hát hál' így nem nagyon kell már érvényesülnem, mert így három éve így be van kötve a fejem, ha lehet ezt így mondani. Üm, nem tudom, én, én mindig azt éreztem, hogy a saját korosztályommal én nem. egyszerűen nem értek szót, ennek egymillió oka van, Uh, illetve nyilván sokaknak szerintem rémisztő, ha valaki ilyen ennyire határozott és uh, ennyire talpra esett és ennyire oda mondja, mert uh, a férfiak szerintem úgy, és tényleg most nem akarok itt uh, nagy bölcseleteket mondani, meg általánosítani, de szerintem azért valójában szeretnek uralkodni a nők fölött, és nem biztos, hogy én erre vevő vagyok. Onnantól meg nem, nem annyira tud ez működni, úgyhogy uh, nem, nem volt egyébként olyan sok párkapcsolatom, tehát uh, szerintem egy kezem elég hozzá. A mostani párom előtt is majdnem egy évig egyedül voltam, mert én nem szerencsére nem vagyok párkapcsolatfüggő, tehát én, én tökéletesen feltalálom magam egyedül, tök jó önismeret, tök jól el vagyok egyedül, viszont ugye három éve, most volt januárban, három éves évfordulónk, mi így megalakultunk és vagyunk. Mit lehet tudni a párodról? Hát azt lehet tudni, hogy idősebb nálam, ez, ez, egy szándékos döntés volt, ha lehet így mondani, nyilván nem úgy választottam, hogy na te nem, te jöhetsz, hanem, hanem egyszerűen egy összesodort minket az élet, és hát ezt így hihetetlen így mondani, de hogy minden kap Mi abban maradtunk az elején, mert amikor mi megismerkedtünk, én már akkor is így mozogtam ebben a social médiában, hogy ő nem szeretne ilyen privát infókat magáról, mint a kora, a múltja, a munkája, tehát ő ott van mellettem, most már, mert egyébként fél évig nekünk közös képünk se volt, tehát így nem volt publika, mi már fél éve együtt voltunk, amikor egyáltalán úgy kiderült, hogy nekem van kapcsolatom, de most már úgy engedi így a közös képeknek, meg úgy nem, nem zavarja egyáltalán, viszont szeretné ezt a privát dolgot így magáról megtartani. Nyilván rólam nagyjából mindent tudnak a követőim, és én ezt, ezt a részt így tiszteletben tartom, tehát hogy így nem, nem szégyellem, mert akkor nem lennék vele. Tehát hogy nekem, nekem ez egy kifejezetten pozitívum, hogy, hogy idősebb nálam, úgyhogy... Mi az előnye annak, hogyha, hogyha egy hölgy egy nála idősebb férfival van? Én azt érzem, hogy, Jóval érette vagyok a koromnál. Nyilván ennek megvannak az okai, gyerekkoromból is, meg így ilyen családi háttérből is. Én azt hiszem, hogy jóval élette vagyok a koromnál. És én egész egyszerűen nem. Tehát nem én szeretném vezetni a páromat, hanem azt szeretném, hogy mondjuk fel tudjak ránézni, hogy, hogy, hogy tudjon engem segíteni, tudjon engem motiválni, közösek legyenek a terveink, ne az legyen a legfontosabb, hogy hétvégén elmenjünk a buliba. És nyilván tudom, hogy a 20 Korosztályban is vannak ö, ilyen férfiak, nem, nem találtak be engem, tehát hogy nem, nem azt akarom mondani, hogy nincsenek, hanem egész egyszerűen én így vele találtam meg a közös hangot, és ö, nekem ez tényleg egy pozitívum, hogy ő, hogy ő idősebb nálam. Mire válsz? milyen legyen a lánykérés? Az már megtörtént. Ah, és ez <laughs> hogy történt? Hát ez úgy történt, hogy nekünk egyébként nem azt mondom, hogy evidens volt, de hogy így mindketten így tudtuk már az elején, hogy mi szeretnénk családot, szeretnénk esküvőt, hála a jó Istennek, ugyanaz az elképzelésünk még az esküvőről is. És én annyit mondtam neki a legelején, hogy mindegy, hogy mikor kéri meg a kezem, annyit szeretnék tőle kérni, hogy semmilyen eseményhez ne kösse. Ne legyen karácsony, valentinnap, szülinap, ne, ne, tehát, hogy ne valamire ajándékként adja, illetve hogyha úgy jön ki, akkor mondjuk ne, ne itthon, tehát, hogy ha elmegyünk utazni, igen, igen, igen. És emiatt ugye nyilván leredukálódtak a dolgok, mert tudtam, hogy ő ezt figyelembe fogja venni. És ilyen furcsa volt, hogy utaztunk, és akkor így gondolkodtam, hogy na most, de lehet, hogy akkor most fogja, vagy... új, én azt mondtam neki, és mondom, lehet, hogy pont azért megcsavarja, hogy akkor ne számítsak rá. És egyébként tényleg a, a lehető leg... Tehát ezt, ezt nagyon, nagyon kimaxoltam, mert pont most nyáron, júniusban voltunk Balén három hetet nyaralni és ott is úgy voltam vele, hogy, hogy, már, már ott voltunk két hete. Bejártunk minden gyönyörű helyet, ami úgymond tökéletes volt, lett volna a lánykérésre, és akkor így, de így nem, nem éltem bele abba magam, hogy na, akkor biztosít Balin, hanem így gondolkoztam, hogy akkor itt, vagy nem, vagy mondom, meddig húz, de át, mondom, én pakoltam be a bőröngyébe, úgyse tudná elrejteni, mert már rég megtaláltam volna, és képzeld el, hogy a, a 14. napon, amikor ott voltunk, hát stílszerűen lementünk reggel fotózni természetesen, és mondtam neki, hogy videózzon már le, mert közben meg szerettem volna egy YouTube videót, ahogy ott sétálgatok és ö, sétálgattam, sétálgattam, és így megfordultam, és akkor már itt térdelt le. És én annyira, annyira elkezdtem zokogni, hogy szerencsét nem tudta feltenni a kérdést, <laughs> és, ö, de tényleg, mert tehát annyira ez volt az, amire vágytam, és még nem, nem célozgattam, hogy figyelj, tudod, majd megyünk balira, meg fú, tudod, majd milyen gyűrűt szeretnék, hanem így egyszer szóba jött, megmutattam meg, hogy nekem milyen tetszik, meg így viccelődtünk, hogy majd tudod, akkor miért kell venni, és így ennyi. Úgyhogy így mindent tökéletesen úgy csinált. Elérkeztünk oda, bár nagyon sokat tudnék még veled beszélgetni, ahol te kérdezel egyet. Húha! Mindegy, hogy mit kérdezek? Teljesen. Jó. Akkor én... Ha már te is egy ilyen nagyon jó összetett kérdéssel indítottál be, akkor én azt kérdezném tőled, hogy te mit gondolsz, hogy milyen személyiség vagyok én, így a beszélgetésünk alapján. Tehát úgy, hogy mondjuk nem, nem nézed az Instagram profilomat, meg semmi ilyesmit, csak úgy, hogy így leültem. Szerinted megnéztem az Instagram profilodat? Hát szerintem nem, egyébként, mert nem. nyilván az egy befolyásoló tényező, tehát hogy én is bíztam benne egyébként, hogy úgy fogok ide leülni, hogy, nem, nem hogy engem, engem. Nem néztem. Igen. A kolléganőmet, Alexandrát kérdeztem meg, mielőtt beléptél, szerintem már csöngettél hogy oké, okay, uh, mit kell tudnom rólad, uh -huh. és akkor annyit mondod, hogy influencer vagy. Jó. Még egyet mondott, uh, hogy belevaló vagy. Én azt hiszem, hogy nagyon sok 23 éves boldog lenne ezzel a természettel, ami neked van és egészen biztos nagyon sok 23 éves boldog lenne, hogy a szülők nem erőltetik őket A vagy B irányba, szakmai vagy egyéb haladási irányban, mint olyan, vagy fejlődési irányban. Ez nekem egy, bocsánat, közbeszólok, egy ugyanakkora áldás volt, mint átok egyébként, tehát hogy Figyelj, ez egy nagyon nagy szabadság, és csak nem kell élni vele, így hogy... van, és meggyorsítja azt a folyamatot, hogy megtaláld a helyed. Az a véleményem, hogy minta lehetnél azok számára, akik bizalomhiányban szenvednek, akik nem találták még meg a helyüket, akik keresik a, a, azt, hogy mi lehet az én szakmám, pályám, hova tovább, tehát, hogy abszolút inspiráló vagy. Nem láttam valóban, a, a posztjaidat. Um, volt még bennem egy kérdés, hogy, hogy influencer mit jelent nálad, hogy mégis mit, aztán megválaszoltad magadtól. Um, szerintem az influencereknek kb. ilyesminek kellene lenni, mint amilyen te vagy. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ide jöttél. Hát én is köszönöm. A kedves szavakat és a Nagy öröm volt, is. igen, veled beszélgetni. Köszönöm, köszönöm. szépen. Köszönöm én is.